Sok szeretettel köszöntöm a Törzsasztal nézőit az Illés Panzió Stüsszivadász grillkertjéből, ahol Földi Attila mesterszakáccsal egy eredeti szerb vegyes rostélyos fogunk elkészíteni itt a rostlapon, mint ahogy a nevébe is benne van, hogy rostélyos, attól rostélyos, mert a rostlapon fogjuk itt megsütni. Van egy ilyen birkabélbe töltött szerb kolbászunk, van egy sertéskarajunk, van egy füstölt békenszalonnánk, illetve egy csevap és egy pleskavica, ezt fogja az Attilait elkészíteni a faszén parázson. Ezek igazi finom ínyenségek, a magyar konyhán a sertéskaraj kivételével nem igazán jellemző egyik ételse. És ezt azért is szeretjük fölrakni egy étlapra, hogy többfajta ételt meg tud kóstolni a vendég, többfajta ízt tud élvezni itt a tálkájáról, tányérkájáról, amit elé fogunk tenni. Mivel, hogy szerb napokat tartunk, jelen pillanatban is, ugye itt az étlapunkon rajta vannak ezek az ételek, és a kedves vendégek most ezt élőben meg is tudják itt kóstolni a Stüsszivadász grillkertjébe, hogyha esetleg eljönnek hozzánk. Az Attila az Németországban dolgozik egyébként kint, rendszeres visszatérő vendégünk, nekünk nagyon szeretjük, mikor itt van, mert ő azért a mestere ezeknek a faszénparázson sült ételeknek. Természetesen mi is már ezt jól ellestük és megtanultuk az Attilától, és ez miatt mi is készítünk itt a faszénparázs sütőn a úgynevezett sima napi ételforgalomnál, sima napi étrendnél is faszénen sült ételeket. Ugyan a éttermünk az vadász étterem, és elsődlegesen természetesen mi a vadételeknek a specialistái vagyunk, azokat szeretjük itt készíteni. Természetesen az étlapunkon megtalálhatók úgy a téli, mint a nyári étlapunkon mindenféle egyéb más finomság is, értem ez alatt a finomabbnál finomabb halételeinket, sertés, csirke, pulyka, marhahúsból készült ételeket, tehát mindegyik megtalálható az étlapunkon. Ennek a finomságnak a körete egy kis hagyományos hasábburgonya lesz, amit ide ráhelyezünk a tára. Na most mivel, hogy ez egy nagyon bőséges és hatalmas adag étel, ezt nem tányéron tálaljuk a vendégnek, hanem tára tesszük rá. Egy kis lecsóslist is teszünk ide a tálkára mellé, mert ennyi étel rá se férne a kedves vendégnek a tányérjára, mivel hogy a szerbek erőszeretettel teszik mindenhoz a finom kockára vágott vöröshagymát, így mi is természetesen ebből is teszünk a tára, illetve egy eredeti szerb specialitás az ájvár, ez egy tulajdonképpen ízesített darált paprikakrém, abból is teszünk a tárra. És már is átnyújtom Attilának a... Hát ennek a szépséghibája annyi, hogy itt egy kicsit a füstbe kell, hogy dolgozzunk, de a finom ízhatások miatt úgy gondolom, hogy megéri. És íme már is elkészült a finom vegyes rostélyosunk. Jó étvágyat kívánunk hozzá!